Köszöntöm az Infotelevízió nézőt, vendégünk Vég László, aki a Sümeg önkormányzati választást megnyerte. Nem köszöntöm még úgy, mint polgármestert, hisz az esküt még nem tette le. Izgult vasárnap? Én is nagy tisztelettel köszöntöm a nézőket. Igen, természetesen, vagy inkább nevezzük ezt egyfajta feszültségnek, de gondolom, hogy ez teljesen természetes dolog. Ilyenkor, amikor az ember megméreti magát egy választáson, de egyébként jó hangulatban telt a vasárnap. Mindannyian éreztük tehát a csapattal együtt, hogy egy jó kampányon vagyunk túl. Jó sikerültek a rendezvényeink, eljutottunk a választókhoz a programunkkal, és ezért bizakodóak voltunk alapvetően, és éreztük egyébként már hetek óta, vagy mondhatom, hogy hónapok óta a városban azt a hangulatot, amelyik valóban változást akar, ezért tényleg reménykedtünk abban, hogy győzni fogunk. És hát ez sikerült, természetesen nagy volt az öröm már 10 óra tájban, amikor az eredmények kezdtek bejönni, illetve hát a polgármesteri választás eredményei gyakorlatilag már biztosak voltak. Persze hát azután még órákig kellett aggódnunk és izgulnunk a képviselőjelöltek miatt, de tulajdonképpen ez is nagy siker a képviselőjelöltek aránya a testületben. És itt szeretném megköszönni a sümegi választópolgároknak a bizalmat, az egész városnak egyébként. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy csak azokról beszélek, akik ránk szavaztak. Én is egész Sümeg város polgármestere leszek, és a képviselő testület is az egész város érdekében fog dolgozni. Ezt megígérhetem, de nagyon köszönöm még egyszer a választópolgároknak, akik megadták a bizalmat és a felhatalmazást a munkához. Hol várta az eredményt, és együtt volt a képviselőjelöltekkel is? Igen, természetesen. Mi eddig is csapatban dolgoztunk, gondolkodtunk, és megbeszéltük egyébként hagyományosan, hogy a kisfaludi étteremben fogjuk várni az eredményeket. Így ott gyülekeztünk 7 óra körül, és ott izgultunk először, várakoztunk, aztán ünnepeltünk. A kampány során nyilatkozott, hogy október 13-án szeretné, hogyha összefogna a város. Ugyanúgy gondolja még most is? Igen, úgy gondolom, ez nagyon fontos. Ez a képviselő testület, ez kifejezi egyébként az összefogást, de nagyon fontosnak tartom, amiről beszéltem már korábban is, hogy egy valódi kommunikáció induljon el a város vezetése és a város lakói között. Tehát én valóban komolyan gondolom, hogy egy olyan fajta vezetésre van szükség most, hogy megbeszéljük a problémáinkat. Természetesen ezeket a problémákat mi nagyjából ismertük is, illetve a kampány során az utóbbi 4-5 hónapban fel is tártuk ezeket a problémákat, hogy mi foglalkoztatja Sümeg város polgárait, de ennek nyilván folyamatosnak kell lenni. Tehát a következő 5 éves ciklusban én tényleg akarok tartani évente minimum egyet, de inkább 2 olyan lakossági fórumot, ahol mindenki elmondhatja a véleményét a város eddigi fejlődéséről, illetve a jövőbeni fejlődéséről, és ezt folyamatosan szeretnénk beépíteni a programunkba. Ugye az ön ellenfele, az egyik legnagyobb ellenfele volt a választásnál Rátosi Ferenc polgármester úr, és ha megnézzük a különbségeket, ezt ön jelentősnek ítéli meg, vagy csekélynek? Én úgy gondolom, hogy jelentősnek ítélhetem meg, hiszen egy hivatalban lévő polgármesternek nyilván van egy előnye, egyfajta előnye a kihívóival szemben. Nyilván sokkal több lehetősége van a szereplésekre, a nyilvános szereplésekre, meg folytathatnám. Tehát ilyen értelemben mindenképpen egy jelentős nagy győzelemnek gondolom ezt a mostani eredményt. És hát tulajdonképpen azt is figyelembe kell venni itt az eredményeknél, én úgy gondolom, hogy 5 polgármester jelölt indult, és hát ez egy ilyen nyilvánvaló dolog, vagy egy alapszabály a választásoknál,
hogy a sok induló az mindig a hivatalban lévő polgármesternek kedvez. Tehát ha így nézzük, akkor elég jelentősnek ítélem meg ezt, hogy a szavazatok körülbelül 43%-át sikerült megkapnom. Ezt a beszélgetést kedreggel rögzítjük. Volt már bent a hivatalban? Igen, tegnap jártam bent, jegyzőasszonnyal megbeszéltem néhány dolgot, például az alakuló ülés időpontját, ami október 22-én 17 órakor lesz, ami egyébként nyilvános természetesen, tehát nagy szeretettel várjuk a sümegi polgárokat, akiket érdekel az új testület alakuló ülése és az eskütétel. A programjáról még nem akarom kérdezni, hiszen még lesz elegendő időnk arról, hogy beszélgessünk ezekről a témákról, viszont azt nem lehet kikerülni, hogy Tapolcán, Devecser, Bajkán, tehát mondhatni a környékünkön jobbikos és MSZP-s polgármesterek lettek. Ez mit jelent akkor most Sümegnek? Nyilván ennek két oldala van. Én személy szerint nagyon sajnálom, hogy nem sikerült győznünk Ajkán, Devecserben és Tapolcán. Hát engedjék meg nekem, és elnézést kérek Fenyvesi Zoltán barátomtól és Toldi Tamástól, de nekem, megmondom nagyon őszintén, a legjobban Tapolca fáj, mert Császár Lászlóval tényleg nagyon régóta ismerjük egymást, és nagyon jó kapcsolatban is voltunk személyesen is. Igazából nem értem, hogy mi történhetett ezeken a helyeken. Ajka nyilván egy nehéz terep volt, ezt mindenki tudta, de Devecser és Tapolc elvesztése nagyon fájdalmas, nekem személy szerint is. De természetesen van ennek egy olyan oldala is, hogy én nagyon remélem, hogy Sümeg így jobban ki tudja talán használni a lobby erejét, és én nagyon bízom benne, hogy valóban sok pályázati pénzt, fejlesztési pénzt tudunk a városba hozni. A választás estén, amikor kiderült, hogy nyert, volt olyan a Fidesz vezetéséből, aki felhívta önt és gratulált, és beszéltekkel mondjuk arról, hogy mi történt itt a térségben? Igen, természetesen mindenki felhívott tulajdonképpen, tehát Lasztovica Jenő elnök úr is felhívott. Ő volt tulajdonképpen az első, aki gratulált féltisztályban, de utána néhány perccel hívott Kovács Zoltán államtitkár úr is, ő is gratulált. Hát tulajdonképpen elnök úrral beszéltem erről a többi településről egy kicsit hosszabban. Tulajdonképpen ő sem értette ezt a dolgot. Nyilván volt egy-két olyan dolog, például Tapolcán, amit az akkori ellenzék, a mostani város, vagy a leendő városvezetés, tehát a Jobbik nagyon ügyesen kihasznált a kampányában, itt például a kórházra gondolok, és talán nem kezelte ezt megfelelőképpen a tapolcai városvezetés, tehát voltak kommunikációs hibák, de nyilván ez egy hosszabb elemzést igényel, meg hát nem is az én feladatom, ezt majd elvégzik a pártban. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!